Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Gyela Jászmin Grész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közösségi könyvtár telefonfülkéből nem mindennapi ötletet valósítottak meg Faddomboriban civilek. Fokozottan figyelik a gyalogosokat Tolnavár megyében, május 23-a és 25-e között tart ellenőrzést a rendőrség. Önkielégítést végzett a buszon, a mórágyi férfi korábban is követett már el hasonló. Jubiláltak a modern táncosok, 20 éve működik a Bonyhádi tagozat. Régi, már nem használt telefonfülkéből alakítottak ki közösségi könyvkölcsönzőt Faddomboriban civilek. A kezdeményezésüket az önkormányzat is támogatta. A cél, hogy minél többen olvassanak, akár a vízparti pihenés közben is. Ezek a könyvek arra vannak kitalálva, hogyha esetleg mégsem kerülnének vissza a helyére, az sem fogja bánni az, aki a könyvet ide hozta. Már az átadás napján is sokan vittek könyveket és újságokat a Faddomboriban található látványossághoz. A helyi Dunaág 7139 Egyesület kezdeményezésére egy régi telefonfülkét alakítottak át szabadtéri könyvtárra széleskörű összefogás eredményeként. Sok segítséget kaptunk ahhoz, hogy a fülkét fel tudjuk újítani. Önkormányzat is segített bennünket valamennyi festékkel. Magánszemélyek jöttek, akik segítettek a felújításában. Volt egy vállalkozó, aki darus kocsival kiemelte a helyéről, ide szállította, kihelyeztük. Férfi emberek erejével sikerült a helyére tegyük, és egy nap alatt gyakorlatilag a festésével olyan állapot tudtunk kialakítani, hogy most már a könyveket ugye be lehessen helyezni. A felújított és szépen lefestett fülkébe aztán polcok kerültek, és el is készült a szabadtéri könyvkölcsönző. Az olvasnivalók közül pedig bárki magával vihet egy-egy darabot, amivel aztán, ha végzett, akár meg is tarthatja. De a kezdeményezők további felajánlásokat is szívesen fogadnak. Ennek a kezdeményezésnek a fő célja és a lényege, hogy az emberek újra elkezdjenek olvasni, hogy újra a könyveket lássunk az embereknek a kezébe, és erre egy nagyon alkalmas részt találtunk, gyakorlatilag itt a strand szélén, a bolt és egy büfé közé, ahol óriási forgalom van a nyári időszakban, úgyhogy bárki, gyerekek, felnőttek, idősek, fiatalok levehetnek a polcról könyveket, elvihetik, elolvashatják, hozhatnak helyette másikat. A kezdeményezés sokaknak tetszik, ezért folyamatosak az újabb és újabb könyvfelajánlások. A vasárnapi átadót követően egyébként az ötletgazdák közös főzéssel ünnepeltek. A vízügyi igazgatóság előzetes ütemterv szerint végzi a Tolnajárás holtágainak tavaszi feltöltését, tette közzé hivatalos Facebook oldalán Horváth István. Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője azt írta, a faddi és tolnai holtágaknál sikerült maximálisan kihasználni a Duna és Sió tavaszi vízhozamát, telített mederrel készülünk a nyárra. A bogyiszlói holtágba is érkezik víz, még ha kisebb volumenben is. A holtágak páratlan természeti kincseink, megmentésük kiemelt ügyünk, fogalmazott bejegyzésében Horváth István. Kedd éjfélig benyújtható a személyi jövedelemadó bevallása és az 1+1%-os rendelkezés, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal hétfőn. Azt írták, hogy május 23-án éjfélig megtekinthetők, módosíthatók és jóváhagyhatók az SZIA bevallási tervezetek a NAV e-SZIA rendszerében. A határidő meghosszabbítását a központi azonosítási ügynök és a kapcsolódó szolgáltatások hétfői lassulása nehézkes elérése indokolja. A hatóság így biztosítja, hogy mindenki hozzáférjen a bevallási tervezetéhez, és valamennyi rendelkezni kívánó adózó támogathassa az általa kiválasztott civil szervezetet, technikai számos vallási közösséget, illetve a Nemzeti Tehetségprogramot, olvasható a közleményben. Május 23-a és 25-e között tartanak fokozott ellenőrzést a rendőrök Tolnavár megyében. Ennek során többek között az úttesten szabálytalanul átkelő gyalogosokat figyelik az egyenruhások.
Szinte percenként keltek át szabálytalanul a gyalogosok az úttesten Szekszárdon a Szent István téren, pedig ezen a szakaszon több zebra is található. A következő napokban a járművezetők és a járókelők is számíthatnak ellenőrzésekre. Május 23-a és 25-e között hirdette meg az Országos Rendőrfőkapitányság Baleset Megelőzési Bizottsága a Zebra Terv elnevezésű fokozott rendőri ellenőrzést, amelynek alapvető célja az, hogy mind az autóvezetők, illetve egyéb járművezetők, mint pedig a gyalogosok figyelmét felhívjuk arra, hogy nagyon sok a gyalogos elütés, mind a kijelölt gyalogos átkelő helyeken, mind pedig egyéb helyeken. Ennek az akciónak a keretében Tolna vármegye útjain kollégáim fokozottan fogják ellenőrizni azokat a frekventált pontokat, ahol sok gyalogos közlekedik, és nem csak a gyalogos átkelő helyeket, hanem környékét is. A három nap során a figyelemfelhívás mellett az egyenruhások természetesen ellenőrzik az ittas vezetőket és a biztonsági öv használatát is. Szeretnénk mindenkinek felhívni a figyelmét, hogy ne csak ebben a pár napban, amikor a közelben rendőrt látnak, keljenek át szabályosan az utakon a gyalogosok, illetve közelítsék meg biztonsági a járműveikkel a gyalogos átkelő helyeket, hanem a mindennapokban is tegyék ezt, azért, hogy mindenki biztonságban hazaérhessen. A szóvivő hozzátette, hogy a gyalogosoknak alapvetően elsőbségük van a zebrán, de kizárólag akkor, ha azon biztonságosan át tudnak kelni. A kerékpárosoknak pedig csak abban az esetben van elsőbségük a gyalog átkelő helyen, ha leszállnak a bicikliről és áttolják azt a túloldalra. Hétfőn egy helyi nő biciklizett Bátaszéken a Budai utcában az Árpád utca irányából. Figyelmetlensége miatt kihajtott egy neki balról szabályosan érkező motoros elé, aki a kerékpár hátsó kerekének ütközött. Ennek során a biciklit hajtó nő az úttestre esett és súlyosan megsérült. Az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán közlekedett egy férfi autóval, feltehetően túl gyorsan hajtott, ezért a kocsi a vizes úton megcsúszott és a szalagkorlátnak csapódott. Kapospula térségében történt egy koccanás a 65-17-es úton, egy nő közlekedett NAK irányából Alsóhetény felé, amikor egy ismeretlen jármű az előzésbe kezdett. A manőver során nem tartott megfelelő oldaltávolságot, így a megelőzött kocsi bal oldala megsérült. Az ismeretlen autós nem állt meg. Vasárnapig 89.836 egységes kérelmet adtak be a gazdálkodók, ennek több mint 77%-át, 69.677-et a kamarai falugazdászok segítségével. A kérelmek június 9-éig nyújthatók be szankciómentesen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra kéri a termelőket, hogy ne hagyják az utolsó pillanatokra az ezzel kapcsolatos ügyintézést. Idén, április 20-án indult az egységes kérelem beadási időszak több mint 50 támogatási jogcímre. Intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az új szabályokra tekintettel idén az Agrárminisztérium június 9-éig eltekint a késési szankció alkalmazásától. Az azt követően beadott egységes kérelmeket ugyanakkor érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják. Önkielégítést végzett egy távolsági buszon egy mórágyi férfi. Közben az egyik nő utast bámulta. Az aberált viselkedés miatt végül rendőrt hívtak a helyszínre, az ügyből pedig eljárás lett. A perverz utasnak korábban is kellett már hasonló dolog miatt felelnie, most mégis megúszta egy próbára bocsátással. Pécsről Budapestre tartott a menetrend szerint közlekedő járat, amin a mórágyi középkorú férfi egyszer csak maszturbálni kezdett. Mintegy 20 percig folytatta a szemérem sértő tettet, közben végig az egyik utast bámulta. Az áldozattá vált nő, amikor észrevette, mi történik, a sofőrhöz rohant segítségért, ő hívta fel a rendőrséget is. A Tolna vármegyei elkövetőt végül a szekszárdi buszpályaudvaron szállították le a járatról. A férfi ellen eljárás indult, most pedig személyremsértés miatt ítélte el a bíró. A szekszárdi járásbíróság szexuális bűncselekményben mondta ki a vádlott bűnösségét, személyremsértés vétsége miatt 10 hónap fogház büntetésre ítélte, melynek végrehajtását 2 évi próbaidőre felfüggesztette. A bíróság súlyosító körülményként értékelte, hogy a férfit 2015-ben egyszer már elítélték szexuális kényszerítés miatt. Azt viszont enyhítő tényezőként vette számításba, hogy az igazságügyi elmeorvos szerint a vádlott rendkívül alacsony intelligenciával rendelkezik.
intellektusa a debilitás fokát súrolja, és markáns szexuális feszültség gyülemlett fel benne, azonban képtelen volt ezt megfelelően kifejteni, úgy, mint egy normális ember, amelyről valójában tulajdonképpen nem minden tekintetben tehet, ezért a bíróság ezt enyhítő körülményként értékelte. Az ítélet azóta már jogerőre emelkedett, mert azt a vádlott és az ügyész is tudomásul vették. A NAV Tolna vármegyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai 2023. május 22-e és 26-a között az építkezéseket és az építőanyagkereskedőket ellenőrzik. Vizsgálják a nyugta és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az árukészletek eredetét. Revizorokra Faddon, Bonyhádon, Dombóváron, Bátaszéken és Szekszárdon kell számítani. A héten 11 vármegyében és 215 településen csaknem 70 ezer hektárnyi területen írtja a szúnyogokat a gyérítési program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, közölte hétfőn az UKF. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása, valamint a folyók magas vízszintje miatt rendkívül sok szúnyogtenyészőhely alakult ki az országban, és a felmelegedő időben megkezdődött a kifejlett szúnyogok rajzása is. Ebben a helyzetben leginkább a folyók és tavak mentén számíthatunk a szúnyogokra, de a visszamaradt pocsolyák is ideális élőhelyet biztosítanak számukra, tették hozzá. A folyók mentén létrejött ártéri tenyészőhelyek a levegőből szilárd készítménnyel kezelik, amely képes áthatolni a fák lombozatán. Ugyanakkor folytatták, számos térségben kezdik meg a héten a szakemberek a kifejlett szúnyogok elleni védekezést. Ezt a települések lakott területén az esti, éjszakai órákban platós gépjárműre rögzített berendezéssel hajtják végre. Az alkalmazott szer nem jelent veszélyt sem emberre, sem házi állatokra. Két évtizeddel ezelőtt alakult meg a bonyhádi modern tánc tagozat. A vezető pedagógus azt mondja, a gyerekek nem csak táncolni tanulnak meg, hanem a versenyeknek, fellépéseknek köszönhetően folyamatos sikerélményük is van. A Bonyhádi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola kortárs modern tánc csoportja 20 éves fennállását ünnepli idén. A tagozat pedagógusa azt mondja, hatalmas élmény a gyerekeknek a foglalkozásokon részt venni. Heti háromszor tartanak próbát, sőt a táncosok rendszeresen indulnak versenyeken is. Ezeket a dolgokat a gyerekek nagyon szeretik, mert eltér attól, amit szoktunk csinálni, tehát egy kicsit ilyen vidám szint voltja a táncos életünknek, hogy úgy fogalmazzak, és hát szintén az, hogy a városban megjelenünk több helyen, ez egy jó szereplési lehetőség. A pedagógusok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a mozgásformák minél szélesebb skáláját ismertessék meg a gyerekekkel, ezért mindig szerveznek különböző programokat, rendezvényeket. Emellett az éves tánctáborok, amiket most már gyakorlatilag mondhatjuk, hogy lassan 20 éves hagyománya van szintén a tánctáboroknak, ahol gyakorlatilag a következő tanévre felkészítjük a gyerekeket, illetve új anyagokat veszünk, vagy új kollégákat hívunk, akikkel még eddig nem találkoztak, és új technikákat, impulzusokat kapnak ezáltal a gyerekek is, ami azért mindig nagyon sokban lelkesíti őket. A táncosok több országos és regionális versenyen is dobogós helyen végeztek, idén pedig a táncvilágnapjára is készülnek. A modern tánc tagozat 6 éves kortól akár 22 éves korig várja a táncolni vágyó fiatalokat. Regionális híreink következnek. Csak részben ismerte el a vádpontokat a férfi, emberölési kísérlet miatt állt bíróság elé a vádlott. Nagy lehet a terméskiesés, akár 1-2 héten belül is véget érhet az eper szezon. Töretlen a digitális program népszerűsége, már több százan vettek részt a fejlesztő foglalkozásokon. Megkezdték a tárgyalását annak a férfinak az ügyében, aki ellen egyebek mellett emberölés kísérletének büntette miatt emelt vádat a Baranya vármegyei főügyészség. A vádlott csak részben ismerte el a vádpontokat, így a tanúk kihallgatásával folytatja a tárgyalást a pécsi törvényszék.
Ismét bíróság elé állt az a férfi, akit többek között emberölés büntettének kísérletével vádolt a Baranya vármegyei főügyészség. Az iratok szerint a férfi korábban élettársi kapcsolatban élt a sértett feleségével. 2012-ben 10 év börtönbüntetésre ítélték, majd szabadulása után felkereste a nőt. Egy bozótvágó késsel a kezében az esti órákban érkezett az ingatlanhoz, ahol a sértett és felesége lakott. A vádlott azt kiabálta, megöli őket, így a sértett megpróbálta megakadályozni, hogy bejusson az ingatlanba. Ez azonban nem sikerült, a férfi befutott a lakásba. Ekkor egyből felkapott egy széket, én közben kiabáltam, hogy menjen ki a lakásból. Közben megdobott a székkel, ami eltalálta a hátamat, elestem és bevertem a könyökömet. Oda jött hozzám, hogy elvegye a bozótvágó kést tőlem, ami végig a jobb kezemben volt, rámarkolt, el akarta venni. Neki álltunk dulakodni, valahogyan kikeveredtünk a teraszra, ott tovább dulakodtunk, közben a kiabálta, hogy meg akarnak ölni. Erre utalást én nem tettem, nem mondtam neki ilyet. A bántalmazás következtében egyébként a sértett két kezén súlyosabb, az inakat is érintő, de testszerte is több vágott felületű sérülést szenvedett. A vádlott előkészítő ülésén nem ismerte el az emberölés kísérletét, ezért vizsgálják ügyét most rendes tárgyalás keretein belül. A bíróság itt ismertette a férfi azon vallomását, amit a nyomozóknak tett még korábban, amelyben többek között azt állítja, hogy ő nem fenyegette meg a sértettet. A nyomozó, ami ismereteink szerint forgószék nem volt lakásában. Meglepi ez ön? Igen, meglep. Lehet, hogy nem forgószék volt? Az én emlékeim szerint forgószék volt. A konyhában dobott meg vele szemben álltam a macsétával, és akkor dobott meg vele. A hátam jobb oldalán dobta meg a székkel, és akkor elestem. Akkor estem rá a könyökömre. Hogyan került a lakásba? Befutottam a után. Miért futottam? Mert meglátott engem, én nem mondtam semmit, félt tőlem. Miért mondhatják a szomszédok, hogy én azt kiabálta, hogy megöllek? Én nem kiabáltam ilyet, ő kiabálta, hogy megdöglesz. Az ügyészség korábban már tett indítványt a büntetésre. A javaslat életfogytig tartó szabadságvesztés fegyházban, a vádlott bűnösség esetén feltételes szabadságra nem bocsátható, illetve eltiltása a közügyek gyakorlásától. Az ítélethirdetésre azonban várni kell, a bíróság ugyanis a tanúk és az orvos szakértő kihallgatásával folytatja a tárgyalást. Jó esetben június közepéig, rossz esetben viszont már csak 1-2 hétig tarthat az idei eper szezon, mondta el stábunknak egy baranyai őstermelő. Mosgai Antal kifejtette, hogy a fóliasátras szamócát már szinte teljesen leszették, a szabadföldi epret viszont megtámadta a szürke penész. A rothadást előidéző betegség ellen ugyan küzdenek, de így is nagy terméskiesésre számítanak. Ülnek a frissen leszedett eperszemek a ládákban, dobozokban. Ezen a Vajszló melletti földterületen is javában zajlik a szezon. Az időjárás most nagyon kedvezőre fordult, így a minőségre nem lesz panasz, véli a szakember. A szezon jelenleg ott tart, hogy a hidegsátras fóliák kifogyóban vannak. A szabadföldi eprek már itt-ott megjelentek a piacokon. Nagyon kedvező ősz időszak után bőséges termésben bíztunk. Viszont most a csapadékos időjárás következtében a szabadföldi termesztésű szamócákban jelentős kiesés látszik. Ez már most biztosra vehető. A kiesés mértéke nagyjából egy héten belül fog eldőlni, de mindenképpen jelentős lesz, teszi hozzá Mosgai Antal. Körbefertőzte a többit. Az őstermelő meg is mutatta stábunknak, mennyi bogyót képes tönkretenni az úgynevezett szürke penész, ami a szamóca egyik súlyos betegsége. A legnagyobb kárt a gyümölcs rothadásával idézi elő. Emiatt számít most a szakember nagy terméskiesésre. Idén a mostani áraknál kedvezőbb áron már nem lesz a piacokon. És hozzátenném azt is, hogy nagyon bizonytalanná vált a helyzet, hogy a szürke penész betegség mennyire fogja meggyéríteni a bogyószámot. Akár azt is el tudom képzelni, hogy 1-2 héten belül el fog tűnni a szamóca polcokról. Amennyiben az időjárás kedvező lesz a szabadföldi termesztésben, és nem lesz túl nagy a terméskiesés, akkor viszont június közepéig is kitarthat az eper szezon. Most a legfontosabb a védekezés. A szürke penész ellen fizikai, vagyis a beteg bogyók leszedésével és kémiai módszerekkel is küzdenek. Élménynappal zárta az Ökumenikus Segélyszervezet az egyik hátrányos helyzetű gyermekeket felzárkóztató program sorozatát,
A fiatalok pólót festhettek, robotokat programozhattak és zenét is szerezhettek, mindezt a honfoglalás témakörében. Nézzük meg még azt akkor, hogy hogyan tudunk akár összehozni egy ének hangot. Hangokat gyűjtenek a honfoglalás témaköréhez a gyerekek az Ökumenikus Segélyszervezet és az EON élmény napján. A fiatalok azt mondták, örömmel jöttek el erre a közösségépítő programra. Van három ilyen menetlevél, ugye, most ugye hangeffekteknél csináljuk, ugye, egy ilyen kórust, és azután megyünk majd a ilyen pólókhoz, meg a pingálásokhoz. A gyerekek pólót festhettek, de robotokat is irányíthattak a honfoglalás útvonalán. Wolf Kati előadó művész már évek óta önkéntesként segíti az ökumenikusok munkáját. Én is anya vagyok, két, hát most már nem kislánya, hanem nagylány anyukája, és azt látom, hogy a lehető legfontosabb dolog az, hogy a gyerekeknek meg tudjunk adni mindenféle lehetőséget arra, hogy választanak, hogy majd mivel szeretnének foglalkozni. A segélyszervezetnek a Kapaszkodó 2.0 programja, ez egy felzárkóztató, fejlesztő program. Robotikával foglalkoznak, olyan digitális fejlesztéseket kapnak ezek a gyerekek, akik hátrányos helyzetű családokból jönnek, és enélkül nem lenne lehetőségük erre. A programban résztvevő hátrányokkal induló diákok közül többen ma már informatikus pályára készülnek. Ez egy össztársadalmi érdek, hogy azt felismerjük, hogy a gyerekek jelentik a jövőt, és hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy ők a társadalom hasznos és értékes tagjaivá tudjanak válni, illetve fölismerjék azt, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, és a mi feladatunk az, hogy megtaláljuk azt, hogy miben tehetségesek, és azt tudjuk támogatni. A tanuló műhelyekben a program indulása óta összesen 7 helyszínen fejlesztették a gyerekek tudását, a digitális ismeretek oktatása pedig egyszerre 18 központban folyik. A Kapaszkodó 2.0 program indulása óta összesen mintegy 900 hátrányos helyzetű fiatalt készítettek fel a jövő kihívásaira. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszerre röviden. Közösségi könyvtár telefonfülkéből nem mindennapi ötletet valósítottak meg Faddomboriban civilek. Fokozottan figyelik a gyalogosokat Tolna vármegyében, május 23-a és 25-e között tart ellenőrzést a rendőrség. Önkielégítést végzett a buszon, a mórágyi férfi korábban is követett már el hasonlót. Jubiláltak a modern táncosok, 20 éve működik a Bonyhádi tagozat. Szerdán gyenge hidegfront alakítja időjárásunkat, változóan felhős napos idő ígérkezik, délelőtt kevesebb helyen, délután már szerte az országban egyre több napsütéssel. Szorványos záporesőkre, zivatarokra elsősorban a Duna vonalától keletre kell számítani. Estére megszűnik a csapadék, tovább tisztul az égbolt, éjszaka eseménytelen, csillagfényes időre készülhetünk. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!